Következő pillanatokban fantasztikus dolgok lesznek. Fölkonferálunk két különleges vendéget, akit szeretettel és nagyon nagy tisztelettel várunk. Az első vendég a Balkán misszió elnöke. A Balkán missziót a volt amerikai elnök Eisenhower hozta létre. A misszió az Egyesült Államokból származik. Célja segíteni a Balkánból származó emberek védelmezése, és segíti a tehetséges fiatalok tanulását, és az ENSZ támogatását élvezi. Szeretettel és tisztelettel szólítom a színpadra az Albániából származó Balkán misszió elnökét, aki író és újságíró. A Tiranai Egyetemen tanult, Kulturális Szövetség vezetője, a Sas Szárnyán című magazin 1995 óta szerkesztője, az Albán Írók és Művészek titkára, az Albán Köztársaság vezető parlamenti képviselője, béke és jólét diplomáciai küldöttség kormányzója. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel fogadjátok a Balkán misszió elnökét, dr. Shefki Hysát! Következő vendégünk egy fantasztikus ember. Őt is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel szólítom a színpadra. Azt az embert, aki az ENSZ diplomáciai missziójának tiszteletbeli elnöke. Kiemelkedő társadalmi reformer, környezetvédő, természettudós, pedagógus, béketeremtő, emberi és alkotmányos jogok aktivistája. Motivációs tréner, tanárképző, katasztrófa menedzsment szakértő, választóbíró testületi tag, jogsegély szakértő, az akadémia tagja, humanitárius munkák szakértője, a legnagyobb indiai kormánykitüntetésben a Pride of Indiában részesült, a legnagyobb tudós díját kapta az USA-ban. Fogadjátok őt hatalmas szeretettel, dr. Madhu Krishan! Színpadra kérjük két nagyra tisztelt vendégünk magyar hangját, Fekete Zsolt, Zafir menedzsert. Prosendeti Budapest. Good morning Budapest. Üdvözöllek Budapest. Prosendeti Hungária. Üdvözöllek Magyarország. Jemim bledruk tu. Gavonet undrismet botos. A világ különböző országaiba gyűltünk itt össze. Pretenderuar nyinyeri sata fiest. Letem reguluesem Sandor Milesz. Hogy egy csodálatos embert, és annak ellenére, hogy egy nagy ember, egy szerény ember, és őt szeretnénk itt fölmagasztalni. Dr. Milesz Sándor. Enderojm nemërt misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim. A diplomáciai misszió nevébe szeretném köszönteni őket. Misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim është krijim dhe rezultati punës së burrave të mëdhenj të botës. A mi béke missziónknak az elődei nagy emberek voltak. Ezt a rezultát ipúdos a mádet a babáit a pácsos moderne, Mahatma Gandhi. A megalapítója ennek a szervezetnek Gandhi volt. Ezt a rezultát ipúdos a is presidentit a stúr amerikán Eisenhower, generáli luftos a dűt botrore i cilin posti Hitlerin. A második ember, aki nagyon sokat tett ezért a békéért, az említett személy, amerikai elnök,
akinek sikerült legyőzni Hitlert. Ezt rezultat ipunasa is presidentit amerikán Kennedy. A Kennedy is nagyon sokat tett azért, hogy mi most itt lehessünk. Misioni diplomatik për paqe dhe zhvillim është rezultat edhe i punës së heroit kombëtar të Hungarisë Imre Nagy. Nagyon-nagyon sokat tett a békéért Nagy Imre. I cili u rebelua kundër forcave sovjetike. Aki ellenállt még az orosz hadseregnek is. Është rezultat i punës së Mandelës së Afrikës. Mandelának a munkája van ebben. Është rezultat i Martin Luther Kingut. Luther Martin King munkája van ebben. Dhe shumë figurave të tjera botërore që kanë luftuar dhe punuar për paqe në çdo cep të globit. És nagy emberek munkája van benne, akik mindent megtettek a békéért. I till do të jetë dhe është me punën e tij edhe doktor Sandor Milesz. És az előzőekhez hasonló egy nagy ember, akit sikerült mi megismerjünk, doktor Milesz Sándor. Prandaj sot do të nderohet me tre tituj të ndryshëm. És ezért nekünk lehetőségünk van megköszönni az ő munkáját három különböző kitüntetéssel. Me titulin missionár pace. Mi fölajánljuk neki a béke nagykövete díját. Titul që e marrin njerëzit që punojnë për pace në vendet më të rrezikuara të botës. Egy olyan békedíjat, akik csak a világvezető nagy emberi kaphatnak meg. Si që marrin mjekët pa kufi dhe punojësit e kryqit kuq që punojnë në Afrikë dhe kudo ku ka kriza humanitare dhe kriza politike. Olyan emberek, például mind a Vörös Keresztnek az igazgatója, aki olyan sokat tesz a világ megsegítéséért. Do të nderohet me titull ambasador nderi i misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim. Ugyanakkor szeretnénk átadni neki a diplomáciai nagykövet díját. Titull që u jepet vetëm figurave të shquara, personaliteteve botërore si president shtetesh, ministra, kryeministra, ambasador që punojnë në terrenet vështira për të sjellë paqe. Egy olyan díjat, amelyet csak a nagykövetek és az ország vezetői kaphatnak meg. Misioni diplomatik për paqe dhe zhvillim ka dhe një partner të madh që është Akademia Universale Botërore e Paqes. Mivel hogy mit lehetőségünk van képviselni a Béke Akadémiát. Akademi e akredituar në OKB, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Az akadémia, amelyek Bashkimin Evropian, amelyeket minden ismert szervezet elismer. Institucione prestigioze botërore për paqe. És elismeri a béke missziónkat. Kjo akademi e nderuar që drejtohet nga doktor Madhu Krishan. Az az akadémia, akinek a megteremtje doktor do t'jap titullin doktor honoris causa. Ő személyesen fogja átadni për diplomaci ndërkombëtare a nemzetközi diplomatai címet. Dhe për shëndet publik. És ő megkapja dr. Milesz Sándor a doktori címet a békemisszióba és az egészségbe elért eredményeiért. Dr. Madhu Krishan. Ő Madhu Krishan úr. Őt fogjátok hallgatni. Të cilin e kemi këtu mesnesh. Aki itt van közöttünk. Është një figurë shquar. Aki egy nagyon nagy személyiség. Është një personalitet. Egy különleges személyiség. Kudo në bot. És ahol, akit mindenki szereti a világban. Për të nderuar dhe respektuar figurat të shquara botërore. És eljött hozzánk, hogy itt legyen velünk. Për të nderuar president shtetesh. És egy olyan ember. Kryeministra, ministra, ambasador pace. Misionár pace. Mindenütt ismerik, aki a békének egyik megteremtője. Dr. Madhu Krishan dhe Akademia Botërore e Paqes. Madhu Krishan úr, ő a Béke Akadémiónak az elnöke. Që laurojnë më shumë se 30 dhe 50.000 misionar paqe çdo vit. És minden évben 30 díjat, 30 díjat doktorit tud átadni. Është një akademi e shquar, akademi e cila është bashkëpunim me misionin tonë për paqe dhe prosperitet. És nekünk alkalmunk van ezt az akadémiát képviselni. Doktor Madhu Krishan është njëri i bekuar edhe nga një shenjtore e madhe e botës si nën Tereza. Madhu Krishan úr, Maria nővér Teréz anyával
tudjuk összehasonlítani. Ai përcjell botës mesazhin e Mahatma Gandhit. Mahatma Gandhi. Filozofia e paqësore. Az örököse és az ő filozófiájának a továbbvitelt. Po ashtu dhe filozofin paqësore të Nën Terezës. És ne Terez anyának az eszményének a továbbvitelt. Ja japim fjalën njeriu të madh, doktor Madhu Krishan. És átadom a szót most doktor Madhu Krishan.